Szép napot kívánok mindenkinek! Vendégem a stúdióban az év vízifotosa és a kollégája, Tököli Csaba a vendégem. Jó reggelt kívánok! Minden évben megválasztják az év vízifotósát. Ez egy külön kategória, ugye? Lehet így mondani. Ez egy verseny. Igen? Számos ilyen verseny van, és ezek közül az egyik, ez a londoni Underwater Photographer of the Year nevezetű verseny volt, amin most sikeresen szerepeltem. 47 országból jelentkeztek, és sok, több igen, ezer igen. fotóról beszélünk. Igen, sok országból küldtek rengeteg képet, és itt az egyik kategóriát volt szerencsém megnyerni. Jó, de én láttam azt a fotót, valami hihetetlen hangulatot áraszt. Benne van a víz alatti dolog is, a világ is, meg a víz fölötti világ is. De ez egy hajó vagy hajóroncsot láthatunk azon. Így van, egy Luilla nevezetű teherhajónak a roncsait láthatjuk, aki a 80-as évek elején volt, hogy szerencsétlen és telibe csapta a Gordon zátonyt, és azóta ott rajta pihen, úgymond. És a kép egy feleskép, tehát egyszerre látjuk a víz alatti világot és a víz felszíni világot. Ez egy eléggé trükkös műfaj, mert a fényt a vízben nagyon-nagyon hamar elveszítjük. Tehát itt is meg kellett választani azt a napszakot, amikor meg kiegyenlítődve vannak viszonylagosan a fények. Itt ez egy naplementés felvétel volt, tehát már nem volt olyan erős a napsütés, lehetett kompenzálni a kép alsó részeit is. Ugye azt szoktam mondani, hogy egyetlen fényképezés, mint művészet, az egy másodpercet rögzíti örökké valóságnak, ami nagyon nehéz. A víz alatti fotózás viszont bonyolultabb, mert ott minden mozog, ugye? És ott megtalálni azt a másodperce, ott ugyanúgy fel kell készülni, mert tudja, hogy mit akarok ebből a sok mozgásból kihozni? Vagy abszolút az alapvetéseiben nem különbözik a szárazföldi fotótól, mert ugye ugyanúgy pillanatot rögzítünk, ugyanúgy egy élőlényért megyünk, vagy egy tájrészletért, vagy korallrészletért megyünk, ugyanúgy viselkedésformákat rögzítünk. Talán egy kicsit több a korlát a víz alatti fotózásban, ugye addig, amíg egy lesben vagy szárazföldön gyakorlatilag a józan észszabb határt annak, hogy meddig üldözzük a témát, vagy meddig várunk az adott szituációra. Hát víz alatt ez elég bonyolult lenne, mert a levegőnk az behatárolja az ott tartózkodás idejét. Meg hát a fényviszonyok sem. Meg a fényviszonyok is olyanok, igen, sokkal hamarabb nyelődik el a fény a vízben, ezért általában fényt viszünk magunkkal, ha csak nem nagyon kis mélységben szeretnénk fényképezni. Tehát ezekre fel lehet készülni, de valóban fel kell készülni, meg hogyha a hajón eldöntöttem, hogy milyen témára megyek, milyen élőlényre megyek, úgy szerelem össze a gépet, itt most mit látszik, hogy ez egy nagy lászószögű konfiguráció éppen, akkor a vízben már nincs visszaút, tehát hogyha éppen más téma érkezik, készültem egy delfinrajra, és mondjuk egy csak kis rákokat találok az ajzaton, akkor hopp, így jártam, nem tudom ott merülés közben megváltoztatni a konfigurációt. A plusz nehézség azért ennek súlya van, ugye? Hát ennek súlya van, a gépet meg kell védeni a víztől, tartani kell. Így van, ebben a szerkezetben egy hagyományos digitális fényképezőgép van, a különlegessége ez a gázóraszerű tok, ami megvédi attól, hogy a víz belefolyjon. A másik kettő eszközét árakva azok a vakuk is. És speciális fények kell lennének, gondolom, a víz alatt azért, vagy nem igazán. Az lennék, hogy a szigetelje víz. Ilyen szigetelt legyen, és fény legyen, így van. Hogy lesz valakiból vízifotós? Tehát, ha valaki beleszeret a fotózásban, akkor elsőként, hogy szárazföldön szeret bele valamiben, és lehet, rosszul tudom. Abszolút, igen. Én igyekszem mind a két ágát művelni ennek a csodaszép műfajnak. A buvárfotózás az úgy jött, hogy mert a feleségem kitalálta, hogy akkor most buvárkodni fog, én megkövettem. És ez nagyon jó döntésnek bizonyult, mert az a világ, amit megismertünk ott lent, az csodálatos és szép, és talán a kedves nézők is, ez mondjuk pont egy jegesmedve, de talán láttak belőle egy-két olyan momentumot, amiért tényleg így érdemes lemenni, és akkor már jött az igény, hogy akkor ezt rögzítsem is, ezt a világot, amit ott látok, és vittem magammal a kezdetben kisebb fényképezőgépeket, aztán utána már a rendes, normális, nagyobb digitális fényképezőgépemet. De azt mondod, Csaba, hogy te nem vagy profi fotós, mindig. Én nem vagyok profi fotós. Nem, én egy amatőr vagyok, egy nagyon lelkes amatőr vagyok. Jó, de azért lelkes amatőr sokszor jobb, mint a rossz profi.
Szoktunk mondani, hát, színházban, zenés világban. Szerintem nekem megvan az a nagyon nagy előnyöm, leginkább magam számára befelé, hogy nem kell képet csinálnom. Én tényleg nem kötelező. Szórakozásból csinálom ezt a dolgot, és nagyon, nagyon merem remélni, hogy ez úgy átjön a képeimen, hogy ezek úgy lelkesedésből és szívből vannak. Hát az egy alkotói szabadságot ad, hogy nincs a szerződésed, a cég ez, ahol évente abszolút, 20 fotót persze. kell produkálni, hanem amikor a lelked kívánja, hogy csinál, akkor elindulsz ezt csinálni. Így van, olyan téma után megyek, amit kedvelek, amit szeretek, olyan tájakra megyek, ami érdekel, ami megmozgat bennem valamit, abszolút így van. Ez nagy szabadságot ad. És a segítség az is, hogy gondolom ez az a fotó, ha jól látom, így van, most így van, így van pontosan ez a díjnyertes fotó most. Ez a Louis Laroncs képe. Így van. És speciális lencsével készült? Mert... Ez egy nagy látószögű objektív, egy halszem optikával készült, ami egy picit meggörbíti a teret. Ugye víz alatt a fényveszteség miatt minél közelebb kell mennünk a témához, ahhoz, hogy a vakuból, ami kijött fény, vissza is verődjön, ezért kell nagy méretű témákat is közelről fényképezni, ezért használunk halszemoptikákat, és ezeknek meg van egy olyan kellemesen kihasználható tulajdonsága, hogy egy picit meggörbítik a teret. Itt még rá is játszott a hajónak a természetes formája, tehát az a nagy ív, ami ott van. Egyébként ez most már nem látható sajnos így, ez a roncs, ez összeroskadt a tavalyi év folyamán. Aha. Tehát ezt mondhatjuk, hogy ez most már egy ilyen korlenyomat. De egy ilyen fotóban azért sok mindent lehet belemagyarázni, sok mindent lát a saját lelke szerint. Ugye ott van az élet, fölötte a roncs. Így van, hát én például, hogyha egy részletet kiemelhetek erről a képről, én nagyon szeretem a horgonláncot, ahogy ebből a szögből úgy látszik, mintha egy bálnát formázna a hajó alatt, és ott nyugszik a hajóval együtt. Én ezt a részletet szeretem például nagyon. De nagyon-nagyon sok képet kell készíteni ahhoz, hogy az egy dolog úgy igazán összejön. Tehát itt rendesen körbeúszkáltuk a hajót, legalább 100 kép, vagy kicsit több is készült a látogatás során, és ez az egy, ez működött. És mitől lesz valaki jó fotós? Mi kell? A gondolat kell? Agy kell? Szem kell? Kell egy egyéni látásmód. Ugye vannak a témák, amelyek ugye ugyanazok mindenhol, és hogy ki tud hozzáadni egy pici pluszt, ki tudja egy kicsit másképp látni, ki tudja egy kicsit másképp feldolgozni. Egyébként a pályázatokon is ezt díjazzák általában, hogy tudunk akár egy ismert témát kicsit más oldalról, más módon megközelíteni. Ez lehet technikai újdonság, lehet valami gondolati plusz. Hát Csaba, ezek a jelképek, meg kell tanulnunk másképpen látni dolgokat. Így van. Köszönöm, hogy eljöttél. Nagyon szépen, és gratulálok. Köszönöm a lehetőséget. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm.